Október 6-án péntek este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! Az aradi vértanúkra emlékezett a város. Megérkeztek az első vadludak Tata környékére. Pályaorientációs napot és foci versenyt is szerveztek a Jávorkában. Több mint 1700 kérelmet támogatott eddig a vidékfejlesztési program. Az aradi vértanúk tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett Tata város önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT. A résztvevők a 13 magyar honvédtiszt áldozata előtt hajtottak fejet, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt kivégeztek. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám, látom füstjét, de csak... A Vaszari iskola diákjainak műsorával kezdődött az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezés a Fenyőtéri emlékoszlopnál. 1849. október 6-án a 13 honvédtiszt életének kioltása, a kivégzések mikéntje és az ítéletek kimondása is tervezett, kegyetlen körülmények között történt, később a Bressai Hiéna, vagyis a hírhet Hajnaú császári királyi táborszernagy magyar honvédtisztek elleni bosszú hadjárata tovább folytatódott. Egyetlen mondattal szeretném az egész ünnepséget aláhúzni, vagy kiemelni, megerősíteni. Egy öreg székelytől hallottam, aki azt mondta, azt hitték, hogy elástak bennünket. Nem tudták, hogy magok vagyunk. Azt hitték, hogy elástak bennünket. Nem tudták, hogy magok vagyunk. A magyar történelmet végigolvasva, végigtanulmányozva, azt a sok-sok gyász időszakot újra végig gondolva, újra élve, ma itt újra azt láthattuk a gyerekeinktől, hogy azt hitték, hogy elástak bennünket, nem tudták, hogy magok vagyunk. Maradjunk meg ebben. Magok vagyunk, akiknek termést kell hozni, akiknek el kell halniuk a földbe azért, hogy termést hozhassanak, de ezzel egy új életet, új életeket, új közösséget, új várost, új országot, új nemzetet építünk folyamatosan. Jöjjön ellenünk a török, a tatár, a ruszki, akárki, ha ők úgy gondolják, vagy úgy látják, hogy elástak bennünket, mi mindig tudjuk, hogy magok vagyunk. Isten éltesse Magyarországot! Sikerült megfigyelni a szezon első nagy lilikeit a Ferencmajori halastavakon. A legelső 17 példány száma azóta gyarapodott is. A madarak a következő heteket még valószínűleg a városon kívül töltik, ahogy az öreg tó vízszintje csökken, úgy költözhetnek ismét a mederbe. Hamarosan ismét ilyen lenyűgöző látvány mellett telhetnek a reggeli és délutáni séták az öreg tó partján. A vadludvonulás első hírnökei ugyanis október 3-án megérkeztek a Ferencmajori halastavakra. A nagylilikek Oroszország északi részéről indulva keresnek menedéket a kemény fagyok elől. Egyébként azóta nőtt a számuk, tegnapi friss információ alapján 36-an vannak már, tehát ők most még kisebbségben vannak, tehát még a nyári ludakkal egyetlen hazai költő vadludfajunk mellé társulnak be. A Ferencmajor környéki lassan már kukoricaföldekre, de még inkább az őszi vetésekre járnak ki, tehát learatott árpa, illetve búzaföldekre. Aztán majd, amikor november első felében az öregtónak ideális lesz a vízszintje, akkor megjelennek már ott is. Valószínűleg
jóval nagyobb számban, tehát ott már azért több tízezer madár szokott összegyűlni. Ilyenkor most még inkább azt tanácsoljuk, hogy várják meg, amíg az öreg tavon megjelennek a madarak, ugyanis a Ferencmari halastavak magánterület, illetve ott már elkezdődnek lassan a lehalászási munkák, és hogy ezeket a munkákat ne zavarják a besétálók, ezért inkább arra kérjük őket, hogy várják, amíg meg az öreg tavon megjelennek. A vadludakkal kapcsolatos friss információkért érdemes követni a vadludsokonalom.hu weboldal frissítéseit, ahol hamarosan a fesztivál végleges programját is közzéteszik. 8. alkalommal mutatkoztak be a Jávorka iskolában tanulható szakok szeptember végén. A rendhagyó piknik idén 146 általános iskolás érdeklődését keltette fel, akik a kitelepült standokon ismerkedhettek meg a mezőgazdasággal és az élelmiszer előállítással. A Jávorka iskola pedagógusai és diákjai kezdeményeztek beszélgetést azokkal a fiatalokkal, akik szeptember utolsó pénteki napján részt vettek az intézmény hagyományos Jávorka piknik programján. A rendezvény egyfajta szakmai nap, ahol a mezőgazdaság és az élelmiszer előállítás mutatkozik be egy piactéren, versenyeken és munkaeszközökön keresztül. A mozgalmas és interaktív nap során természetesen a testmozgásból sem volt hiány. Az egyik az egy pályaorientációs tevékenység, mert hogy a mai változó világunkban a fiatalok, a pályaválasztás előtt álló fiatalok nem nagyon tudják, hogy milyen szakma mit is jelent, hogy milyen tevékenységek tartoznak hozzá. Ebben szeretnénk nekik segítséget nyújtani ezzel a rendezvénnyel, hogy a intézményünkben kétfajta ágazathoz tartozó képzések folynak, az élelmiszeripar és a mezőgazdaság, és azt szeretnénk bemutatni nekik, hogy ezek mit is tartalmaznak, hogyha választanak egy mezőgazdasági technikust, vagy egy gazdát, vagy egy pékcukrászt, akkor az mit is takar, és hogy milyen tevékenységeket folytat, aki ezt a szakmát űzi. A másik természetesen egy olyan jellegű történet is, hogy mi is szeretnénk, hogy megfelelő számú jelentkező jöjjön hozzánk, tehát gyakorlatilag egy iskola népszerűsítő rendezvény is a Jávorka piknik. Ezek a standok, hogy az előbb is elmondtam, az alapján lettek, hogy gyakorlatilag a két ágazathoz tartozó szakmák, a két ágazathoz tartozó tevékenységeket próbáljuk meg bemutatni. Nem csak konkrétan azt, hogy egy-egy szakma mit is jelent, hanem az, hogy esetleg, ha valaki elvégez bármilyen szakmát, akkor azon belül milyen tevékenységeket tud majd folytatni. Lehet arra gondolni, hogy van itt élelmiszeripari technikus, vagy sütőcukrászipari technikus, akkor hogyha ő úgy gondolja, akkor vállalkozóként akár lehet egy termékelőállító is, egy kistermelői termékelőállító, de készíthet sajtokat is, vagy éppen lehet pék, vagy lehet cukrász. Ezeket próbáljuk bemutatni ezeken a standokon. Természetesen a standokon az irányító tevékenységet a pedagógusok végzik, a kollégáink, de ebben nagy segítségükre vannak a diákok, akik már több éve itt vannak az intézményben, és nagyon jól tudják, hogy mit kell nekik elmondani a jelentkező diákoknak, az érdeklődő diákoknak, és segítik a pedagógusok munkáját. A mai napon van a Magyar Diák Sport Napja, és ugye ebből az alkalomból egy kispályás labdarúgó mérkőzést szervezett testnevelő tanárunk, Kis Antal tanár úr, és ezért aztán benépesült a sportudvara is a Jávorkának. Ugye a TAC-szal nagyon jó szimbiózisban élünk, és a TAC pályát tudjuk használni, ami egyben az iskola pályája is, erre a tevékenységre. Új tehenészeti telepet adtak át a Komárom közeli Nagyherkály pusztán. A közel 1 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatással kialakított istállórendszer átadóján Nagy István agrárminiszter többek között arról beszélt, a közös agrárpolitika stratégiai terv alapján 2027-ig folyamatosak lesznek a beruházási, járványvédelmi, génmegőrzési, valamint állatjóléti támogatások, melyek a gazdákat szolgálják. Díjnyertes holsteini tehenek is üdvözölték a vendégeket a komáromi telephely bejáratában. Az újabb milliárdos fejlesztésnek köszönhetően Európa egyik legmodernebb mintaüzemévé válhat a Solum ZRT tehenészete. A jelenleg 1040 tehenet számláló létesítmény közel 1 milliárd forint uniós támogatással bővült új istállóval, így a társaság már közel 200 családnak biztosít megélhetést. A helyszínen dr. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, az ágazat fejlődése annak ellenére töretlen, hogy az elmúlt 3 évben példanélküliek voltak a mezőgazdaságot sújtó kihívások. Az alaptartó ágazat mellett szintén stratégiai fontosságú volt az élelmiszeripar, így a tejfeldolgozó üzemek támogatása, az élelmiszeripar üzemek fejlesztése is, ezáltal az ágazat versenyképességének természetesen az erősítése. Szeretném kiemelni, hogy a szarvasmarhatartók versenyképességének megőrzéséhez korszerű,
az Európai Uniós előírásoknak minden tekintetben megfelelő, magas technológiai színvonalú állattartó telepek a szükségesek. A vidékfejlesztési program keretében meghirdetett számos telephelyfejlesztést célzó felhívás az állattenyésztés valamennyi ágazata számára lehetőséget kínált. Ezt figyelembe véve a szarvasmarha tartással foglalkozók számára a vidékfejlesztési program keretében telephelyfejlesztésre ezidáig 1742 kérelemre ítéltünk meg összességében több mint 196 milliárd forintnyi támogatást. 3200 település van Magyarországon, és 1742 szarvasmarha telep részesült telepfejlesztési támogatásban. Ugye nem dobom el a súlykot nagyon akkor, amikor azt fogalmazom, hogy teljes mértékben szemtanúi vagyunk a magyar mezőgazdaság újjászületésének. Szemtanúi lehetünk annak, hogy hogyan újul meg a magyar állattenyésztés. És arra kérem önöket, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg, mert minden lehetőség adott ahhoz, hogy a fejlesztéseiket megvalósítsák. Változik a forgalmi rend a József Attila utca, Dózsa György út, Kocsi út által határolt területen. 30 km/h korlátozott sebességű övezetet alakítanak ki. Az övezetbe sebességcsökkentő párnákat is telepítenek. Küszöbön az Általér vizitúra október 7-én reggel már a 26. alkalommal rajtolnak el az indulók a Mikovin Sámuel emlékének szentelt kihíváson. A 13 kilométeres táv mezőnye 9 óra 10 perckor startol. Péntek esti híreink következnek egy-egy mondatban. Az aradi vértanúkra emlékezett a város. Megérkeztek az első vadludak Tata környékére. Pályaorientációs napot és foci versenyt is szerveztek a Jávorkában. Több mint 1700 kérelmet támogatott eddig a vidékfejlesztési program. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, október 6-án péntek este a Tatai Televízió híradóját látták. Hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket, viszontlátásra!